Testhőmérsékletmérést, készfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Bonyhádi Székelyházba szervezett véradásra. Ezek a felvételek még június elején készültek. Akkor Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi véradó állomásának főorvosa arról beszélt, hogy több új helyszín bevonásával, kisebb véradások szervezésével igyekeznek pótolni a kieső vérkészítményeket, amit a nagyobb rendezvények elmaradása okoz. Ám a helyzet azóta változott. A véradók száma júniusban 50-nél, júliusban több mint 100-al maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest Tolna megyében. És az országos vérkészlet is csökkent a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások, valamint a 4 napos hosszú hétvége miatt. Ezért az Országos Vérellátó Szolgálat rendkívüli közleményt adott ki augusztus végén. Ebben azt írták, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítják a vérkészítményeket. A készletünk a normális szinten van, akkor ilyen 5-6 napos tartalékkal rendelkezünk. Mint említettem, ennél sokkal többre nincs is értelme törekedni, hiszen 5 nap alatt a legrövidebb bejáratok úgyis kikerülnek a készletből, meg kellene őket semmisíteni. Jelenleg, tehát tegnap reggelre úgy olyan picivel 4 nap alá, tehát ilyen 3,5-4 napos átlagos felhasználásra volt elegendő, ami azért már, az már szűkös. A szolgálat számos kihívással néz szembe, tette hozzá Nagy Sándor. A járvány miatt kevesebben adnak vért, mert tartanak a koronavírustól, és a nagyobb rendezvények is elmaradnak idén, mondta el a szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az igazán kívás az, hogy aki külföldön volt 2 hétig nem jöhet, maga a procedúra picit hosszabb, még mindig vannak munkahelyek, akik óckodnak, féltik a munkavállalóikat, hogy esetleg nagy isten valaki bekerül fertőzött, és ott éppen ott adja át a véradás során egyik személy a másiknak. Mindent elkövetünk, hogy ez ne forduljon elő, maszkot biztosítunk a véradóknak, maszkban dolgoznak az embereink, extra készfertőtlenítés, tehát amit lehet, mindent elkövetünk, hogy biztonságban legyenek, de óvatatlanul az emberek tartózkodnak. A szolgálat kampánya sikerrel zárult. Néhány napon belül sikerült feltölteni a vérkészleteket. Ugye volt egy átmeneti vérmennyiség csökkenés a 20-ai hétvégét követően, de a felhívásokra nagyon-nagyon gyorsan reagáltak a véradók, és ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített ebben az időszakban, pillanatok alatt helyreállt a vérkészlet, és nagyon szépen most elegendő vér áll rendelkezésre. További különleges véradások szervezésével igyekeznek felhívni a figyelmet a véradás fontosságára. Ez volt a célja az ország 7 pontján, köztük Szekszárdon is megrendezett retro véradásnak is. A zene, a berendezés, de még az egészségügyi dolgozók öltözete is a 70-es éveket idézte fel a szekszárdi vérellátó szolgálatnál. Az általunk megkérdezett rendszeres véradóknak elnyerte a tetszését ez a hangulat. A retro feeling miatt. Igen, ez a fiatalságomat. Fiatalságát emlékeztet? Igen. És jók a dizájnok és a körítések, valóban retro hangulat. Nyári szabadságok ideje alatt volt egy országos felhívás is, hogy jelentősen lecsökkent a vérkészlet, és hát nyilván ez ennek a része, hogy pótolódjon. Úgy érzem, hogy az én saját egészségem szempontjából is jó ez, hogy egyrészt vannak azért olyan vizsgálatok, amikből egy pár olyan dolog ki tud derülni, amit itt a véradáson néznek. Jobban érzem magam a véradás után, egy picit nekem a hangulatom is jobb. Az egyik barátommal szoktunk eljönni ketten, úgyhogy így sokkal jobb a hangulata is a véradásnak, hogyha az ember nem egyedül van, hanem ketten vagyunk, és kellemes a maga az egész véradás folyamata. Úgyhogy szívesen jövök. A helyszín, az egészségügyi dolgozóknak az öltözetén látszik ez a babos kendő, meg a zene, egészen jó. Meg van néhány kiállított olyan dolog, amiből látszik ez, hogy ez egy ilyen retro véradás. Az ajándékok jellege is olyan egyébként, a sör, meg a virsli, meg egyébként nálunk itt ilyen Dunakavics, meg francia drazsé, nekró, tehát ilyen retro jellegű ajándékok, illetve hát itt a berendezés is azt próbálja, retro hangulatot próbálja sugallni. Most ez a lemezjátszó egy picit, hogy az a igazi retro feeling legyen ezen a speciális véradáson.
Pászti Vera, a szexádi vérellátó szolgálat főorvosa azt mondja, folytatják a véradók toborzását, mivel a vért mással nem lehet pótolni. Hogy a vérre szoruló betegek sehogy máshogy nem gyógyíthatók meg, csak az önkéntes véradók adományaként adott vérrel, és ezért minden eszközt megpróbálunk latba vetni, hogy tényleg megfelelő számú véradót tudjunk megnyerni a véradás ügyének, ezért próbáljuk ezeket a tematikus véradásokat, vagy ezeket az ilyen speciális véradásokat is meghirdetni. A szexádi vérellátó retro véradásán 130 fő jelent meg. Közülük 121-en adhattak vért, így a főorvos sikeresnek ítélte meg a véradást. Egy átlagos véradáson ugyanis 25-30 ember szokott megjelenni.